Üdvözöllek, Idújai Szabolcs Zoárt! Ebben a mostani videóban a desztillált vízről lesz szó, 9 olyan érvről, amelyek mindenképpen mellette szólnak. Én 2016 óta csak desztillált vizet iszom, azzal készítem a teát, a levest, az ételeket is, átlagosan napi 2-2,5 liter desztillált vizet iszok meg, és azóta, hogy vele pótlom a folyadékot, nagyon sok pozitív változást tapasztaltam meg az egészségemben. A desztillált vízről, mint sok minden másról is, egyes erőknek sikerült elhitetni azt, hogy nem tesznek jót az emberi szervezetnek, szerintem nem kell sokat gondolkodnod ahhoz, hogy rájöjjél, kinek is állhat érdekében azt állítani a legegészségesebb vízről, a desztillált vízről, hogy az nem tesz jót az egészségünknek. A desztillált víz a legtisztább víz, a leginkább H2O, tehát a lehető legközelebb áll ahhoz, amit ugye víznek lehet nevezni. Az infúzióban, amit a súlyos betegeknek adnak be, intravénásan 99% desztillált víz van, és 1% nátriumklorid, azaz valódi só. Tehát ha a súlyos egészségi állapotban lévőknek desztillált vizet adnak be közvetlenül a vérükbe, vajon tényleg káros lenne ez számunkra? Az utóbbi 150-200 évben mind a talaj, mind a vizek rendkívüli mértékben szennyeződtek, a folyók, a tavak és a tengerek lényegében szemétlerakókká váltak. A leggyakoribb szennyező anyagok a vizekben az arzén, az aszbeszt, a növényvédőszerek maradványai, a higany, az ólom, a nitrátok, a vírusok és baktériumok, a gyógyszermaradványok, a trihalometán, a fluor és sok más vegyület. Az ásványvizekben is rengeteg a szennyező anyag ma már, mivel ugyanúgy a talajon keresztül folynak át, és sok ásványvíz még szennyezettebb sok esetben, mint a csapvíz. Az ásványvizekkel kapcsolatban azt is fontos megemlíteni, hogy nem tudhatod, hogy az adott műanyagpalack, amit megveszel a boltban, mennyit állt például a napon, amikor egyik járműből a másikba vagy a raktárba pakolták be. Az is lehet, hogy órákig, napokig erős napfény és hő érte a palackot, aminek hatására például antimón és bisphenol A oldódik bele a vízbe, mely vegyületek rengeteg kárt tudnak okozni a testünkben. A desztillált vízzel kapcsolatban van egy olyan tévhit is, mely szerint a desztillált vizet iszunk, akkor nem pótoljuk az ásványanyagokat és nyomelemeket. Az igazság ezzel szemben az, hogy az ásványvizekben az ásványok szervetlen formában vannak, azaz nem kötődik hozzájuk szénatom, a testünknek azonban szerves formában van szüksége rájuk, azaz ételekkel tudjuk csak érdemben pótolni a mikrotápanyagokat. Az ásványvízben lévő ásványanyag semmi más nem csinál, mint leterheli a testedet, energiát von el tőle, mert a testednek át kell alakítani a szervetlen anyagot, szervessé kell áttá, hogy hasznosítani tudja. Azonban a test nem tud egyszerre sok szervetlen ásványanyagot átalakítani, pláne ha éveken, évtizedeken keresztül iszol, ezért elraktározza őket a test különböző részeiben, és ebből keletkeznek ugye a lerakódások. A desztillált vizet otthoni desztillálókészülékkel tudod előállítani csapvízből vagy kútvízből. Most pedig nézzük meg a desztillált vízfogyasztás 9 előnyét. Az első a lerakódások feloldása. Ha egy ember az egész élete során csapvizet vagy ásványvizet iszik, akkor több mint 30 kg kőzetet iszik meg, aminek egy része biztos, hogy lerakódik a testében, például a veséknél, ez ugye a vesekő, az ízületeknél, a porcoknál vagy az erekben. A desztillált víz nagy előnye, hogy nem csak segít a lerakódások mértékét csökkenteni, de segít feloldani ezeket a szervetlen lerakódásokat, tehát kitisztítani őket. Pár hónapos desztillált vízfogyasztás után ezt úgy tapasztaljuk meg, hogy például azt érezzük, hogy rugalmasabbakká váltak a végtagjaink, könnyebben hajlanak, jobban tudjuk őket mozgatni, és nem olyan merevek az izmok. A második a méregtelenítő hatása a desztillált víznek. A desztillált víz a legjobb víz a testünk számára a mikrotápanyagok mozgatásához, és ahhoz is, hogy a felesleges mérgező anyagok eltávozzanak a testünkből. Ha valamilyen méregtelenítő ételt vagy készítményt fogyasztunk, akkor is célszerű a desztillált vízzel bevinni inkább, mint csapvízzel vagy ásványvízzel. Illetve a méregtelenítő kúra és bőt alatt is a desztillált víz a legjobb. A harmadiknak fontos megemlíteni a jobb ízeket, amelyeket a desztillált víz ki tud hozni.
Minél több minden van a vízben, annál inkább elnyomják az ízeket az ételekben, a levesben, a teában. Sokkal ízletesebb a desztillált vízzel készített étel és ital, jobban kijönnek az ízek és az aromák vele. A negyedik előnye a desztillált víznek az az emésztőrendszere kifejtett hatásai. A szervetlen ásványanyagok, melyek ugye az ásványvízekben és a csapvízben vannak, csökkentik az élő ételekben lévő mikrotápanyagok felszívódását, illetve egyes vegyületek a bélflórát is tudják károsítani. Tehát a desztillált víz fogyasztás hatására javul a vitaminok és ásványanyagok felszívódása is az emésztőrendszerben, illetve nincs annyira megterhelve az emésztőrendszer. Az ötödik érve a desztillált víz mellett a klórmentesség. Sok helyen klórozzák a vizet Magyarországon is. A klór, ha éveken át isszuk, rengeteg kárt tud okozni a testünkben, például roncsolja a bélflórát, immungyengítő, növeli az asztma és a rák kockázatát. Ráadásul, ha felforraljuk a klóros vizet, még több káros anyag szabadul fel a vízben. A klóros vízből a ma kapható legtöbb desztilláló készülékkel el lehet távolítani a klórt is. A hatodik ok, hogy átállj a desztillált víz fogyasztásra, a megnövekvő energiaszint és a hatékonyabbá váló agyműködés. Saját magam is tapasztaltam már pár hónapos desztillált víz fogyasztás után, hogy több lett az energiám, miközben kevesebb ételre volt szükségem, illetve a koncentrációm és a memóriám is javult. Hetedik érve a desztillált vízfogyasztás mellett, hogy a baktériumoktól és más kórokozóktól mentes lesz a víz. A desztillálás során a desztillálógép felforralja a vizet, ami megöli a baktériumokat és vírusokat. Ez ugye nagyon sok betegség esetén is fontos, hogy ne legyenek kórokozók a vízben, de egészséges embereknél is szempont, hiszen minek terhelnénk le a testünket felesleges mikroorganizmusokkal. A környezetünk óvása is fontos érve a desztillált víz mellett, ez lehet a nyolcadik szempont, ami arra sarkalhat, hogy átállj a desztillált vízre. Iszonyatos mennyiségű műanyagot termel az emberiség, melynek jelentős része a műanyag palackok teszik ki a jelentős részét, melyeknek ugye az ásványvizeket és az üdítőket ugye tároljuk, ugye velük szállítjuk. Tehát ha átállsz a desztillált víz fogyasztásra, kevesebb műanyag szemetet fogsz termelni, amivel egyébként energiát és időt is megtakaríthatsz, mert például nem kell többet a boltból hazacipelni a vizeket. A kilencedik és egyben utolsó érv, hogy te is átállj a desztillált vízre, az, hogy hogy otthoni desztillálóval készítsd, az a költséghatékonyság, a megtakarításod. Ha a desztillált vizet csapvízből, esővízből vagy kútvízből készített otthoni desztilláló készülékkel, az 10-szer olcsóbb, mintha ásványvizet vásárolnál, tehát egy évre vetítve már akár jelentősebb összeg is lehet a család megtakarítása. Összefoglalva még egyszer az én véleményemet a desztillált víz 9 előnyéről, a lerakódások feloldása, a méregtelenítés, a jobb ízek az ételekben és italokban, jó hatása van az emésztőrendszerre, a klórmentesség, több energia és jobb agyműködés, a baktérium és vírusmentesség, az, hogy jóval kevesebb műanyag szemetet termelsz, és az utolsó a költséghatékonyság, a megtakarításod, ha korábban ásványvizet ittál. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad a videót, és tudtam neked segíteni. Ha keresel valamilyen terméket, jobb oldalt felül megtalálod a webshopom linkjét. Nézz körbe ott is. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.